Sziasztok! Ez egy rendhagyó videó lesz. Mégpedig azért, mert nem egy gameplay lesz, hanem de valamilyen módon mégis kapcsolódik a játékokhoz, legyen az PC-s vagy konzolos. Hoppá, most itt mi ugrott be. Igen, arra szeretnék nektek egy bemutató videót készíteni, hogy hol tudjátok megvenni olcsón a játékokat, pláne azt a játékot mondjuk, amire nagyon vágytok. Infestation, ez még mindig van. Nagyon jó. Mert ez még drága. Beugrott most egy Euro Truck Simulator 2. Egyébként ezt olcsóban is meg lehet venni, de ez egy tök jó. Itt azt mutatja, hogy éppen például ez a Justin vásárolta meg, és hogy neked is most ezt ajánlják. Mert az oldal is egyébként egy ilyen nagyon jó kis oldal. Itt megtalálhattok szinte minden játékot, amit így fel lehet, tök mindegy, legyen az Uplay, Origin-es, Steam-es, teljesen mindegy. Nyilván nem dobozosak. Most itt van egy példa, a Planetary Annihilation 12 euróért, a tiéd lehet, míg itt a Steam-en 28 eurót elkérnek. Szerintem az elég nagy különbség, jó most ez a Galactic War Update, tehát leszarom, nagy kaland, azért elég nagy különbség. És itt azért vannak még egyéb nyalánkságok, itt a Diablo 3-nak a kiegészítője is. Ennél olcsóbb is van persze, de mondjuk azért az egy Silent Hunter 5 1 euróért, nem tudom, bár lehet ez csak a kiegészítője, tök mindegy, rohadt olcsó. Itt van az Operation Flashpoint Complete. Amit tudni kell, hogy itt általában ilyen ipség dobják fel a játékaikat. Szerintem ilyen 50%-ból, tehát a Queen Win is árulja a játékokat valamilyen úton módon, de leginkább itt ilyen emberkék jönnek, beregisztrálnak, és a saját Steam könyvtárában, akarom mondani, raktárában található giftes játékokat ide földobják, és árulják. Tehát amikor te vásárolsz mondjuk egy játékot, ami gift, akár egy ruszki fazontól is kapsz egy üzenetet majd a Steamen, hogy raktáradba egy ajándékot kaptál, amelyet hozzáadhat aztán később a játékkönyvtáradba, illetve maradhat a raktáradban is, továbbra, esetleg más valakinek továbbadhatod ajándékként. Szóval ez is egy nagyon jó oldal, itt szoktak akciók lenni. Jelenleg most a Sims 4-et preferálják, a Dead Rising 3-at, ez például az Apocalypse Edition, ez mindössze 20 euróért, jó legyen 21. Nem tudom nektek például a Steamen, jaj, lássátok a nevemet, jaj. Ez a Steamen az Apocalypse Edition 45 euró. Ez egy picit elgondolkodtató, nem? De. Jó, menjünk tovább. A másik, amit nagyon szeretek, az a Bundle Stars. Itt mindig van valami akció. Tehát lényegében folyamatosan jönnek. Ami állandó rovat szokott lenni, ez a reboot szekció. Most a 7-es rebootnál tart. Annyira nincsenek benne most a hű nagy játékok, legalábbis számomra. Nektek lehet olyan valami tetszik. Most, amíg kijött ez a The Trains Bundle, kijött a Trains Simulator 12, és a hozzátartozó DLC-k. Mondanom se kell, szerintem megéri a 4 eurót. Jó, egyébként itt még lehet vásárolni nem csak csomagokat, hanem így játékokat is önmagában. Tessék, van sokféle választék. A másik, ami jó oldal, a G2 Alkom. G2AE, azt mondja, lényegtelen. Magyarul veszünk, magyarok vagyunk. Szóval itt is szoktak lenni akció. Hogy mikor szokott lenni akció, az változó. Most jelenleg a World of Warcraft Complete Pack-et nyomatják, amint látjátok. De itt is szokott lenni tavaszi, nyári, téli, őszi, iskola kezdés, iskola végi, húsvéti, karácsonyi, tök mindegy, újévi, mindig van valami baromság, amit kitalálok. Tehát ez is egy nagyon jó oldal, ajánlani tudom. A következő az egy gyűjtő oldal akar lenni, ahogy a neve is mutatja, All Case Shop. Igazából most itt bemutattam, be akarom mutatni nektek, például beírtam azt, hogy Metro 2033, kidobott két találatot, a legolcsóbbakat általában, de például mit tudom, beírom, hogy State of Decay. Nézzük.
Tehát kidobott egy elég sokat, például mondjuk a Breakdown kiegészítőt már 3 euróért, az alapjátékot 3 euró 94 centért, tehát legyen 4 euró, csak másik DLC-t is, a Lifeline-t csicska 3 euróért be lehet szerezni. Szerintem abszolút nem pénz. Bár azt tudni kell egyébként, hogy már van olyan, hogy így kompletten árulják ilyen pakkokba, és van, amikor nem éri el a 6 eurós árat sem. Tehát itt bármit beírtok, konkrétan a neten rá lehet keresni. A következő az pedig a Greenman Gaming, ami az egyik nagyon legnagyobb kedvenc oldalam. Több játékot is vásároltam már itt. Mindig is itt szoktak lenni akciók szintén. Most a főoldal? Nem ez a főoldal. Mit tudom, Indie-től kezdve a GMG Weekly Indie Bundle van jelenleg. És így folyamatosan, tehát még ma a legújabb játék is a Sims-nél is le van értékelve, de lesz az még lentebb is ennek az ára. Úgyhogy... ja, és ezekről az oldalokat tudni kell, ezek megbízható oldalak. Egyetlen egyszer fordult elő, hogy nem érkezett meg a játék. Az a, itt ezen az oldalon volt a Kingvinen, mégpedig... Melyik játék volt az? A tököm tudja, lényegtelen. A lényeg az volt, nem érkezett meg, és fölvettem a kapcsolatot az egyik helpdesk mukival, és hát ilyen pár nap alatt elintézett a dolog igazából, mert nem ők voltak a hibásak, most hát megérkezett a játék, mert ugye itt nem játékot küldenek, hanem egy például egy Steam-en aktiváltó kulcsot, és nem működött a kulcs, tehát nem akart elfogadni a Steam, ez volt a problémám. Hoppá, ott van egy Wuhan kód, nagyon használjátok fel, aki megnézte ezt a videót, ezt a kedvezményes kódot, most itt 20%-ot kaptok. Ez egyébként az enyém személyre szóló, de leszarom, használjátok egészségetekre. Itt látszik egyébként, hogy mennyi ideig lehet még felhasználni. Szeptember az? Akkor még az pont ma. Hát ez beszopja, aki nem nézi meg. Mindegy. Jó vicc. De egyébként megoldott ez a játékbeli problémám. Ez egy volt ilyen. Amúgy már többet nem tudok megemlíteni. Hát, amit szerintem nagyon sokan ismertek, az a GOG.com. Itt is akkor érdemes szerintem vásárolni, ha tényleg jó akciók vannak. Mert azért vannak játékok, amiket így megnézek, és az atya úristen miatt ilyen drága. Tehát a Witcher 2-t itt vettem meg a GOG.com-on konkrétan, valami 2 euróért, nem akarok ilyeséget mondani, és még most meg 15 euró. Tehát azért vannak így néha elszállások itt a játékok árából kapcsolatban, mondjuk azért egy Cézer 3-ért nem biztos, hogy fizetnék 5 eurót, ami már azért 99-es játékról beszélünk. De például mondjuk egy Empire of 2-n 3 euró elgondolkodnék, mert nem olyan rossz játék az. És amit én mondani akartam, hogy megéri ezekre a játékokra tényleg beregisztrálni, és esetlegesen hírlevelet kérni, ugyanis mindig kaptok infót, a kezdődő, vagy folyamatban lévő, vagy később elinduló akciókról, és mindig a leghamarabb fogtok értesülni róla, és meg tudjátok esetleg venni a tök jó akciókat. Hát a másik, amit szerintem nagyon sokan ismernek, a Humble Bundle. Itt most jelenleg szerintem olyan nagy duranások nincsenek. Jó, most van egy ilyen akció, a World of Goo, meg az Audio Surf szerintem, ami még tök jó. Több annyira nem érdekel, ez ilyen indie játékok. Nem mindegyik indie szeretem, de egyébként vannak jók. Ami egy nagyon jó oldal, ez az epicbundle.com. Mégpedig ez azért jó, mert ide feljöttök, és itt folyamatosan nyomatják, hogy hol, melyik oldalokon vannak akciók. Tehát amit mutattam az előbb, például az a Bundle Stars-on van a Trains Bundle, már itt is itt van, hogy itt meg lehet nézni, felhívják szépen a figyelmedet. Esetlegesen az ingyenes játékokra, stb. Amit nem mondani akartam, és azt le fogom írni majd a videó leírásnál, Facebookon létre is hoztam egy csoportot, ahol egymás között megosztjuk az éppen felelhető nagy leakciózásokat, leértékeléseket, akár játékcsomagokat, vagy akár egy játékról legyen szó. Úgyhogy gyertek oda, és csatlakozzatok a csoporthoz.
minél több emberhez eljut ez az információ, annál jobb, hiszen akkor annál többen tudjuk megvenni az eredeti játékokat olcsón, és annál többen tudják ténylegesen kihasználni. Nem kell torrentezni, crackekkel bénázni, stb. Azért azt ismerjük be, hogy nagyon kényelmes, csak hát ki az, aki akar, bemegy a CD Galaxisba, vagy az 576-ba, és ilyen 8-10 ezer forintokat ott hagy. Ami lássuk be, hogy vicces. Annyit nekem nem ér meg, hogy most én kirakassam a játék dobozát a polcomra. Én inkább ezeket választottam, úgyhogy gyertek, és majd akkor csatlakozatok, és ott mindig értesültök, hogyha lusták vagytok így böngészni. Én legalábbis, meg pár csoporttársam mindig meg szoktuk osztani folyamatosan az akciókat. Jó? Na, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!